Sziasztok, Pizzapajtik! Itt van a Cinque Stagioni Pizza Napoletana AVPN-es lisztünk, amit ugye bedagasztottam direktbe, 63-as hidróval, és most elérte a 72 órát, hogy egy bucit megtartottam 72 órásnak. Nézzétek csak! Így néz ki a kis bucink 72 órásan. Na nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kisütni, jó? Nézzétek, milyen szép kis bubis látszik. És megkóstolzzuk, mit változott az ízvilág. Egyébként én abszolút úgy éreztem, hogy legalább egy 30%-a jobb íze volt 48 órásan. Egyébként, hogy ilyen V300 környéki liszt, szerintem igényli a 48 órát ízvilágba, vagy hogyha hamarabb akarod kisütni, egy nagyon picit magasabb hidrót biztos javasolnék nekik, legalább 65-öset, hogy kiadja jól az ízeket. Oké? Okay? Na nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kipattintani. Így. És milyen pizzát fogunk belőle sütni. Így gyakorlatilag 72 órás 6 fokos hűtős érleléssel. És 63-as hidratációval. Azt kell azért mondjam, hogy a liszt azért kap egy AVPN-es minősítést. Egyébként annak nem csak, hogy jó pizzás tulajdonságainak kell lennie, hanem egy állandó minőséget is kell, hogy tudjon hozni. Én szerintem vannak olyan pizzások, akik ezzel folyamatosan dolgoznak, és nyilván ők el tudják mondani személyesen is, hogy milyen az állandó minősége gyakorlatilag ennek a lisztnek. Mert egy lisztnél az is fontos, hogy ne csak egyszer-egyszer legyen jó, hanem folyamatosan állandó minőség. Azt tudni kell, hogy a búza, ugye ahogy érik, amilyen az időjárás, változik az ásvány nyomelem összetétele, tulajdonságai, hogy egy molnárnak azért nincs túl könnyű dolga, ha folyamatosan állandó minőséget akar. Na, nézzük meg, hogy mit nyújtunk belőle. Talán még most a legkönnyebb nyújtani így háromnaposan. Magasabb hidratációval biztos, hogy jobban működne egyébként. Már második nap vagy első nap is. Oké? Okay. Nézzétek, mennyivel több bubi van rajta, mint amikor 48 órás volt? Vagy 24 órás? Most van olyan állapotban körülbelül, mint hogyha pólissal készült, olyan annyi bubi van a tésztán. Jó, na csinálunk egy ilyen tradicionális margaritát vele. Legyünk fel, margaritát, mert itt gyakorlatilag is megtámadnak engem a trollok gyerekek, ha margaritázok, masszik, hogy koktélt gyártok. Szóval, készítünk be egyet, ezt a keves paradicsomot már állítom, úgyis én fogom megenni, én szeretem paradicsomosan. Feleségem azt mondja, nem annyira, bár ez az új szósz, ez a szolánia, egyébként, mindjárt megmutatom nektek, ami a San Marzano Dopos Szövetség elnökének a saját ültetvénye. Egyébként így néz ki. Ha valaki tud szerezni, Agustina Ledgént lehet kapni. Brutálisan jól sikerült erre az évre, vagy a tavalyi évre a paradicsomja. Úgyhogy nagyon szívesen használom. Nagyon jó a színe, ha látjátok, a kamera visszaadja. Rabunk rá egy kis Grana Padanót. Nem kicsit, ilyen bogdándisan megszórjuk. Ezt szerintem rá is szorom az összeset, ami itt van. Laci bácsi fogja úgyis majd megharapni. Dobunk rá jó kis nagylevelű olaszos bazsát a metróból. Úgy. Nagyon kis baba. Dobunk rá egy kis dreamy sajtot. Úgy. Ez az. És utána dobunk rá egy pici kis olivát, és kisütjük a jó kis AVPN-es lisztünket, kérem szépen, és megnézzük, hogy mit alkot. Hát most ezt a kevés sajtot rádobálom, itt most mindent legurítunk. Na, hozzuk a kis lapátunkat, így. Jó kis gymet állt, így, egy mozdulat volt, patikán fölpattintottuk rá,
Látjátok, hogy így háromnaposan, hogy mennyivel érettebb a tészta, így gyönyörűen lehet nyújtani, szerintem ez lesz a legnagyobb. Ugye mindegyik 280 g-os buci, és ezzel fog szerintem a legnagyobbat sütni, a legnagyobb méretűt. Na, még egy picit itt húzunk rajta, így. Na, ez viszonylag kerek lett. Megnézzük, hogy hány fokos a sütőnk. Jó, pici olajt dobunk rá. Így. Gyerekek, 490. És akkor szépen dobunk egy mesés vetést. Azaz. Na, és most meglátjuk, hogy mit sütünk vele. Nézzük, hogy szépen a kis kornicsónénk, hogy növekszik. Jó, elfelejtettem a stoppert indítani. Ő ilyen még a dagasztásom maradt 20 percen. Na most szerintem eldomáltam egy... Most csak egy percre fogom állítani. Nincs. Egy 20-30 másodpercet biztos eldomáltam. De hát egyébként meg a gyakorlottabb vagy, akkor úgyse stopper szerint fogod kivenni. Ez csak egy irányadó arra, hogy el ne dumáld az időt a haverokkal, vagy a saláddal, vagy bármivel. Tétek milyen szépen jön fel a kornicsó? Ne most is. Micsoda bubink volt ott, kérem szépen, láttátok? Atya világ. Ez dolgozik rendesen. A tészta ebbe a 490 fokba. Úgyhogy... Szerintem kész is lesz mindjárt. Szóval én bedagasztanám egyébként így érzésre 64-re, inkább 65-re. Főleg, hogyha nincs időm rá 3 napot várni. Mert a feleségem már hátrál, mert úgy érzi, hogy már megsült. Megsült, drágám, hogy érted? Szerintem még nem. Szerintem még kell neki egy kis idő. Egy 10 szek legalább. Közelebb menni egy picit? És szerintem még várunk még egy picikét. Még egy picikét. Nincs. És szerintem most lesz nagyjából jó. Még van gyerekünk a szoglók kis pizzánk. Nézzük meg az alját, hogy milyen lett. Szerintem patikára sült. Na, hagyjuk egy kicsit, hogy kicsapja a párát, és akkor hogy leszottak egy csíp, látjátok, hogy ilyen nagyon fekete. Na, hagyjuk, hogy kicsapja a párát és folyt köv. Na, nézzük meg, ilyen lett a kis pizzánk. Hát itt lett egy nagy bubi, meg a vetésnél azért még lehetett volna szebb is, de hát ettől az íze az hibátlan lesz. Szépen át van sűve, jó kis ropi mindenütt, látjátok. Nézzük meg, hogy milyen lett a kornicsóne. Várjunk egy szebbet, ahol nincs én megsérül a kerület. Így. Na, mi lehet látni, gyerekek, hogy nagyon szép a tészta. Én szerintem talán most a legszebb. Így érzésre. De hát mindjárt meg is fogjuk kóstolni. Nézzétek csak, milyen gyönyörű szép. És akkor megkóstolzzuk, hogy milyen lett. Nincs világra. Na. Gyönyörű szép az alja, és nézzétek csak. Az azt mondja, kiröhög, hogy itt bénázok a sajta. Gyerekek. 65-ös hidró, hogyha csak egy-két napod van. 63-osan van 3 napod. Így most patika. Ropogós, könnyű. Elvesztette mindenféle olyan gumisságát. Nehézségét, ami előtte megvolt a második napom. Egy ilyen volt a 72 órás Cinque Stagioni 10 nap alá a AVP-nes liszt tesztünk. Sziasztok!